A Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet nyílt napot szervezett. Az esemény célja, hogy Devecser lakói és a térségben élők megismerjék azt a munkát, melyet a szövetkezet munkatársai végeznek. Főként használt kerékpárokat vásárolnak, majd a felújítást, javítást követően értékesítik azokat. A saját kerékpárok javításán kívül a lakosság ilyen irányú kívánalmainak is eleget tesznek, hiszen bárki viheti hozzájuk a javításra szoruló kerékpárját. A nyílt napon a Devecseri rendőrös részéről Borsat Balázs rendőrtörzszászlós tartott tájékoztatót a biztonságos közlekedésről.